Az eddig megtartott tárgyalások vádlotti nyilatkozatainak ismertetésével és szakértői megállapításokkal kezdődött szerda reggel, a 2016. május 27-én Szamosságban brutálisan meggyilkolt 61 éves nő feltételezett gyilkosának tárgyalása. T. Miklós vádlott az említett napon Szamosságban italozott egy presszóban, majd onnan távozva bemászott a sértett lakóházának kapuján, és egy vascsővel bement a házba. Az ingatlanban pénz után kutatott, mire az idős hölgy hazaért és rákiáltott a vádlottra. T. Miklós ezután nagy erővel fejen ütötte a sértettet, aki elesett. A vádlott a földön fekvő nőt még háromszor fejen ütötte a vascsővel. Ezek után összesen 1200 forintot és egy elektromos szivattyút magához véve távozott a helyszínről. Az orvos szakértői vélemények alátámasztják, hogy a halál a fejre mért ütések miatt következett be. Nyilván itt az eszméletvesztés az azonnali. Az agyroncsolódás, illetve a vérvesztés az, ami végeredményben a halált okozza. Ehhez egy pár másodpercnek, pár tíz másodpercnek el kell telnie. Nyilván itt az a megállapítás, hogy a keletkezési sorrend nem határozható meg. Ez azért van, mert ezeket a sérüléseket most tényleg csak hasonlítők elszenvedte 30 másodperc alatt, és ebben a rövid időintervallumban arra nyilatkozni, hogy melyik sérülés mikor keletkezett, nem lehet. Ami biztos, hogy az egyes számú külsérelmi nyom, ez olyan súlyos, ez a sérülés, hogy hát az eszméletvesztés az biztos, hogy azonnali, mert volt cselekvőképtelenség is, a halál pedig ennek a sérülésnek következtében alakult ki. A tárgyalás folyamán érdekes bizonyítékok és egy régi cellatárs levelében megírt vallomása is előkerült. Ezeknek köszönhetően az ügy érdekes fordulatot vett. A levél írója ugyanis teljes pontossággal, de máshogy mesél a 2016. május 27-én történtekről. Ezek az állítások lényegében az egész ügyet újraírhatják. A bíróság 5 tanút hallgatott meg szerdán, az egyikük a sértett anyósa. Ő azt vallotta, hogy bár nem túl jól, de ismeri a vádlottat, aki a gyilkosság napját megelőző hetekben járt a sértett házába. Az ügyben sok tanú meghallgatás vár még az ügyészségre, ezért a bíró elnapolta a tárgyalást. Így a különös fordulatot vett, nyereségvágyból elkövetett emberölési ügy márciusban folytatódik tovább a nyíregyházi törvényszéken.